A gyerekklubunk minden csütörtökön nyitva áll a gyerekek előtt, és 1-től 3-ig jöhetnek ide játszani. Számítógéppel játszhatnak, tévés játékkal, különböző társas játékokkal, kártyákkal, benti játékokkal, és nagy szerencsénk volt, mert most kaptunk karácsonyra egy pingpongasztal teljes felszereléssel, amit a Bábolnai Sport Kultúra Média Alapítvány ajándékozott a gyerekeknek. És ez azért is nagyon jó, mert végre bővült az olyan sportszereknek is a köre, amivel kint is, ha jó idő van, játszhatnak a gyerekek, hiszen a játszóudvarunk még elég üres, és szeretnénk még több játékkal majd bővíteni a repertoárt, mert ezek a gyerekek egész nap ülnek az iskolában, és nagy szükségük van a mozgásra, és hát a rohangálás meg a rosszalkodás helyett inkább ilyen értelmes dolgokkal szeretnénk, ha eltöltenék a szabadidejüket itt nálunk is. És ezért nagyon örültünk ennek a pingpongasztalnak, mert már itt bent is tudnak edzeni a nyári nagy csatákhoz. Hát most már egy kialakult stabil magja van a klubunknak. Hát többségében olyan gyerekek jönnek ide, akiknek más lehetőségük nem igen adódik arra, hogy az iskolán kívül különböző szakkörökre vagy zeneiskolába járjanak, hiszen ők elég nehéz anyagi körülmények között élő gyerekek, és ez a lehetőség nyílt számukra. Hát szeretnék még kis focikaput az udvarra. Hát a hely elég szűkös, de arra van lehetőség, hogy focizzanak. Lengőtekét szeretnénk felállítani. Csupa olyan dolgot, amit amikor a gyerekek itt vannak, ki lehet tenni, és mikor nincsenek, akkor be tudunk tenni a raktárba, hogy nehogy valami baja essék. Focilabdánk van, lehet hullaukkarikázni, ugrálókötelezni. Tehát igyekszünk azért a kis dolgokat mi saját magunk beszerezni, de a nagy dolgokat, hát ezt saját anyagi forrásból nem tudjuk mindig megoldani, és ezért próbálunk pályázatokat írni, és ilyen alapítványokhoz fordulni segítségért.